A Walter Benjaminnak van egy elhíresült, sokat idézett mondata, megpróbálok pontosan idézni, így szól, hogy a férfiak hazajönnek a háborúból, és nem beszélnek. Valóban, amit ott átéltél, azt nem tudod átadni a békeidőben, nem tudod átadni a háttországban az otthon maradottaknak, akik másképp szenvedtek, vagy más traumákon vannak túl. Hogyha író vagy, vagy író akarsz lenni, vagy talán, hogyha bármilyen alkotó művész akarsz lenni, és egy ilyen podgyászod van, akkor euh, akkor azzal találod magad szembe, és szerintem mészőnél ilyesmi lehetett, sőt, mészői generációjában többeknél ilyen lehetett, hogy, hogy az a nyelv, amit a háború előtt megtanultál, az nem érvényes. Mésző Miklós visszajött a háborúból, a fogságból és írni kezdett. Máshogy, mint amit a magyar irodalom addig megszokott. Korszakhatár és fordulópont lett munkássága, de vajon miért? Egymás követő években jelent meg Ottliktól az iskola a határon, örkéntül a Tóték, Mészőjtől az Atlét a Halála vagy a saulus. Közülük kiről beszélünk a legkevesebbet? A 20. század egyik legfontosabb magyar prózaírója 1921. január 19-én Szexárdon született Molnár Miklós néven. Hatása óriási, viszont meglepően keveset tudunk róla és írásairól mi, olvasók. Hogyan határozta meg életét a háború? mikor tért át a kézírásról a laptopra? Mit jelentett számára az európai ság? Szollát Dávid irodalomtörténész, a friss mészői monográfia szerzője segít megválaszolni a kérdéseket. Itt vagyunk Szexárdon, a Mészői Miklós emlékházban, ami belül egy idő- és térugrással a budapesti Városmajor utcát rejti. Mésző Miklós születésének századik évfordulója alkalmából annak járunk utána, hogy eleget foglalkozunk-e Mészöly prózájával. Eleget foglalkozunk -e egy olyan szerzővel, aki az egész kortás magyar irodalomra óriási hatást tett, és egyébként hogyan kéne közelednünk az ő prózájához, akár a korai munkáihoz, akár azokhoz a művekhez, amik a Kánon részeivé váltak. Polcelen 2003-ban ajánlotta föl Szexárd városának Mésző Miklós írói hagyatékát, és 2005. január 19-én a költő születésnapján nyílt meg az emlékház, ami valóban egy nagyon más tér, hiszen ez egy kisvárosi paraszpolgári, palaszpolgári ház, amiben két szoba imitálja a Mésző Miklósék, Mésző Miklós és Polc város majori nagy, hatalmas műterem lakásának tulajdonképpen két kicsi részletét, ahol most vagyunk, ez a, 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 a tulajdonképpen a legkisebb szoba a város, ö, városmajori. Lakásban ez egy pici cselétszoba volt valójában, és mésző az utolsó években, a, 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 az agyvérzése után, amikor fölépült, akkor nem érezte jól magát a nagy, a nagy terekben, a két nagy szobában, a műterem szobában, illetve a, len, a nagy szobájában, ezért ebbe a kis szobába húzódott vissza, ami a valóságban még ennél is kisebb, mint ahol mi vagyunk. De azt próbáltuk felidézni, hogy az a, abban a kis szobában, Egyrészt azok a könyvespolcok vannak, amiket maga a mésző szerelt össze a 70-es, 80-as években. Aztán az asztalon két, két íróeszköz is van, egy, egy 80, 70-es, 80-as évekbeli írógép, és mögötte megbújik egyébként a, az utolsó laptop is, amit még úgy, ahogy használt Mésző Miklós, tehát megtanult a, a késő 90-es években a használatát. És valóban, hát valamennyire megtanulta használni, nem azt mondta, hogy mondjuk, hogy kukorelli az, hogy hogy a beszélgetés közben egyszer csak valamit írt Mésző a, a számítógépen, és és a beszélgetés közben egyszerűen csak kikapcsolta a gépet, és utána kérdezte meg a Kukoráli, hogy Miklós, elmentetted? Hát, hogy nem, nem. Azt nem. Nagyon nem szeretem a, az ilyen egynemű ö, olvasatokat, amelyek, ö, amelyek szempontjából a Mészi az egy zsarnok volt, Polcelem pedig egy áldozat. Egyrészt szerintem ez egy valóban nagyon leegyszerűsítő olvasat egy, ö, egy 50 éves házasságnak a, a, működéséről. Én azt gondolom, hogy, hogy ebből a levelezésből kiderül, hogy, hogy, hogy ez a két alkotó ember ö, érzelmileg és intellektuálisan is nagyon közel volt egymáshoz, és nagyon is számítottak egymásra. Az, hogy itt volt sok trauma, a, a há mind a kettőjüknek volt háborús traumája, nem volt gyerekük, azt is látjuk, hogy volt volt nagyon sok sok egzisztenciális küzdelem, amelyet együtt csináltak végig évtizedeken keresztül, és azt is láttuk, hogy, hogy van nagyon sok egymásra utaltság, és ez mind kiderül a levelekből. De azt is gondolom, hogy ha valaki a, a levelezést tényleg figyelmesen, figyelmesen olvassa, akkor láthatja, hogy ezek a, ezek a hullámok, ezek a hullámvölgyek, ezek ezek nagyon nagyon őszinte vallomásokra késztették egyébként mind a kettőjüket, és és úgy tűnik a, a, az életükből, hogy ezek olyan döntéses alkották őket végül minden egyes konfliktus és minden egyes válság, ami, ami együtt tartotta ezt a házas párt, ami nyilvánvalóan köteléket jelentett, nyilván sok féle természetű kötelékről beszélünk. Hogy megértsük, ki volt Mészöly Miklós, ugorjunk a 80-as évekhez vissza, amikor a Városmajor utcai műterem lakásában a 60. születésnapját ünnepelte mások mellett Bereményi, Csaplár, Csóri, Örsi, Eszterházi, Lengyel, Nádas, Petri és ungár is. A fotókon úgy tűnik, hogy egy nemzedék ünnepelte Mészölyt. Hát a Bereményi Gézának van ez a most nagy sikerű memoárja, és akkor ebben egy, egy helyen szerepel Mésző, és szerintem nagyon tanulságos, egy álomleírás, amely, amely ugye azt mondja, hogy ő, ő megjelenik Mésző születésnapján, nap, ami egy, egy hihetetlen, ott volt az egész magyar irodalmi élet krémje és elítje. Egyszerűen az, hogyha a Mésző születésnapján meg kellett jelenni, mert egyébként nem vagy, akkor vagy valaki és hát a fiatal Bereményi ott megjelenik, tehát ez az, hogy, hát, hogy ott lehettek Mésző Miklós születésnapján, az, az a tárgyi bizonyító, dokumentálható bizonyítéka, hogy én benne vagyok az irodalmi közegben. Érted? Tehát, hogy, hogy a Mésző mint egy kapu a, a, a abba a vágyott világba, ahol a kezdő író próbál be, be. Régen is voltak ilyenek. Ennyiben például Babicsra hasonlítanak. Valóban kevés olyan író volt, a, akikre lehetett úgy tekinteni, mint kompromisszummentes íróktól. Azért ez az a korszak, amikor e, nem csak az irodalmi törpék és az irodalmi középmezőny kötött kompromisszumokat, hanem nagyjaink is német László vagy És Gyulának is. Tehát, hogy így elég brongálták a saját. Hitelességüket, ar arcukat. Földényi flászló László leírja, hogy Márton László leírja, hogy milyen volt először, hogy milyen sokkoló volt, hogy ilyen létezik ma magyarul. Hát ezt nem hiszem el. És a onnantól kezdve mindent elolvasnak. Mint a titkos tudásnak a mestereit. Úgy, úgy, tehát ettől nagyon fölértékelő, ettől is nagyon fölértékelődik a közektől. Hogy, 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 elütnek ezek az emberek a közektől, ezek az írók a közektől. A három pont. Az, hogy, az, hogy a, a mésző kivételes a korabeli mezőnyben, tiszta. Politikailag és politikailag tiszta, nem, 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 bűzlik belőle a közeg. Ugye a másik mester ekkor a prózaíróknak ottlik, talán többet is emlegetik, vagy nagyobb is. Az, az ottlik kultusz nagyobb volt a 80-es, -90 90-es években, mint a mésző kultusz egyértelműen. Ezek, ezzel is foglalkozom, a két kultusz szerintem tanulságos összevetni. De ott nem nagyon foglalkozott velük, mész, meg foglalkozott, mert odafordult, hogy, hogy, hogy tőle <coughs> nagy lecseszéseket lehetett kapni, de legalább kaptál visszajelzést tőle. Az, hogy Mészői elképesztően frissen és elevenen volt párbeszédképes, Kafkával, Camus-vel, Beckettel, Garcia Márquezzel, Faulknerrel, nem tudom, nagyon, nagyon, sok mindenféle 20. századi vagy kimondottan kortárs irodalommal, Rob Grievel, filmes dolgokkal, stb. 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 Ez, ez, tehát nagyon, nagyon fontos volt a közvetítő szerepe. Egy 60-as, 70-es, 80-as években induló fiatal mészőt olvasva kilátott a világirodalomra. Hogyha valaki azt kérdez, és az nyilván sokszor felmerül, hogy de milyen konkrét hatásokat lehet kimutatni a, a életmű és a, és a mondjuk a kortárs magyar, magyar, próza között, akkor nyilván el, el, el lehet kezdeni sorolni ö, neveket, Nádas, mindenek előtt Nádas Pétertől, ö, Eszterházi Péteren, Márton Lászlón át egészen Láng Zsoltig. Szigorú, néha kimondottam, pikírt ember tudott lenni fiatalokkal, de hát erről a kedvencem az a Nádas Péter eszé, amelyikben azt meséli el egy ilyen régi tammesékre hajazó stílusban, hogy egyszer egy tanítvány elment a mesterhez, és a mesterőt nagyon megverte. Másodszor is elment a tanítvány a mesterhez, és a mesterőt nagyon meg... harmadszor is nagyon meg... és a tanítvány ott maradt. Tehát, hogy nem... Azért a mészőihoz kéziratot viszel, tehát azért ez senkinek nem kívánom. 1948-ban jelent meg Vadvizek címmel Pécsen novellás kötete, majd 1957-ben a Sötét jelek. Az atléta halála előtt franciául, majd magyarul csak 1966-ban. Minden megjelenés között nagy csöndek és sok-sok mese, néhány ifjúsági regény és bábszínházi előadás. Ugye nagyon sokáig nem jelenhetett meg úgymond felnőtt irodalmi műve, ezért hát olyan helyeken dolgozott, ilyen azilum jellegű helyeken dolgozott, mint például a Báb Színház, ahol elképesztő, egyébként elképesztően inspiratív társaság vette körül, akik Freudot olvastak, meg egzisztencializmust olvastak, és és hihetetlen kreatív báb előadásokat hoztak létre. De azért ez megélhetési munka volt, nem csak mészőnek, hanem a házaspárnak, tehát nagyon sok közös ilyen mese, vagy bábdarab, vagy mesejáték, vagy rádiójáték, átdolgozás maradt fön ebből az időszakból. Ez. A lényeg itt az, hogy nem ment bele semmilyen alkuba a korral a fennálló rendszerrel, és vállalta az cserébe a szilenciót. Tehát így írót nagyon meg lehet azzal fogni, hogyha nem jelenik meg műve 8-9 évig. Tehát, hogy ezt így egyenes gerincel, pókerarccal úgy látszik, hogy, hogy tűrte, tűrögette. Még uh, ilyen korabeli szóval, még oly sokan máskor, mások bezupáltak, ami szerint nem zupált be. Az ő ö, pályafutása milyen, milyen sokféle hatás nyomán ö, 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 volt árnyékban mondjuk az 50-es vagy a 60-as 60 években, ö, ennek tényleg nagyon sok, sok oka van, valószínűleg egy csomó kultúrpolitikai tényező játszik benne szerepet és bizonyos értelemben az a haj, hajlíthatatlanság, ami ugyancsak egy ilyen kultikus kifejezés e, róla. Tehát ő azok közé, az írók közé tartozott, akik nem írták alá a, 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 az elszetelítélő 57-es nyilatkozatot, nem vállalt szerepet, tehát ő tényleg 1954 után szabadúszó íróként e, e, próbált meg létezni. A feleségének vo volt ezen közben állása, de hát nagyon sokféle Munkát vállalt, hogy, hogy hogy ne kelljen állásba menni, tehát nem, nem kellett semmi olyan fajta pozíciót elvállalni, ami bármilyen módon megalkovást jelentett volna. Mésző nagy életműve mutatja, ő minden következtetést levont. S úgy cselekedett, viselkedett, ahogy mondta. Fejel a falnak és az ütött résen tovább. Nem elfelejteni. Mésző után más lett az irodalmi nyelv, írta Eszterházi Péter az Ésben a nekrológiában. Miért lett több nemzeték számára példaértékű a karakter, a szellemiség és az írásművészete? Úgy tudott részt venni nagyon friss, nagyon kortárs európai szellemi diskurzusokban, minthogyha a vasfüggöny nem létezett volna, minthogyha nem lettek volna, tiltott szavak a publikációban, mint hogyha nem lettek volna cenzurális megkötöttségek, és erre nagyon kevesek voltak képesek, mondjuk a vele egyidős szintén centenáriumát ünnepeljük Pilinszki. Útlevél, a nyelvi problémák, utazás korlátozása, a könyvek a könyvek erőteljes szűrése, ugye késleltetve jelennek meg magyarul, nehezen csempészik be az országba a nyugati, nyugati könyveket. Hogyha véletlenül megjelen, hogyha végre megjelenik kis számba, akkor kap ideológiai előszót, utószót, ír róla a kritika, a népszabadság, az összes pártlap, elmondják a dörgedelmet. Nézd, hogy ez, 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 ez ebben a közegben úgy tudott kommunikálni, francia, német, és például latinamerikai partnerekkel, szellemi partnerekkel, minthogyha ez a zaj itt nem lenne. Magyarsága, európai sága, között semmiféle surlódás soha nem volt. Azt mondja a mészője, a rabálnak németül teljesen jól tudott mind a kettőt, tehát nagyon jól el tudtak diskurálni azt mondja a Mészöly Rábálnak, hogy én annyira irigylem tőled ezt a könnyedséget, ezt az önfelett humort, ezt a szarkazmust, hogy ez hogy te, hogy a legyint a Rábál, hát hagyjuk, hát én meg, én meg épp azt az igazi mély tragikumot irigylem tőled, ami a szövegeidben bennem van. Tehát kölcsönösen olvasták egymást, Kundera is olvasta a Mészöjt, csak Mészőj állítólag valami megsértődött a Kunderára valami a banális dolog miatt. Az a változatosság, tehát, hogy mint korábban elhangzott Ottli Géza, vagy Ottli Gézának van egy főműve, és, és, és Mészőinek meg több, több, jelentős műve van. Hát én azt mondanám, hogy mészőnek még van 5-6 főműve, amelyek, amelyek nagyon különbözőek. Tehát, hogyha ezek egy, egy iránynak, egy stílusnak nem lehetne 5-6 csúcspontja, de hogyha valaki kipróbál a pályáján egymással, Elég, egymástól eléggé eltérő, néha homlok egyenesen ellenkező írásmódokat, és ab, tehát, ha atléta nagyon különböző sportágakban lesz olimpiokon valaki. Hát azért ez, azért ez nem rossz. Az Ottlik iskola a határonja, ez egy viszonylag könnyen értelmezhető mű, egy regény, amely szintén az elbeszélés nehézségeit teszi tulajdonképpen a, politikájának egy ilyen eszközévé, vagy tárgyává. Ugyanez elmondható a mészőről, de a mészőnél valóban nem tudunk kiemelni egy olyan regényt, amelyben A-ból B-be jut a, cselekmény, ami aztán valamilyen megnyugtató módon megoldódik, egy, egy ilyen nagy történet, akár Apróbb mozdanataival összeállva, talán leginkább ilyen az atléta halála, de az a, az a fajta elbeszélésmód, amely, amely ennyire szakít a történetelvűséggel, és tele van hiányokkal, meg résekkel, kihagyásokkal, és a, az a, a, a történet elbeszélésének egy olyan típusú, lehetetlenségét próbálja meg megvalósítani, az önmagában azt jelenti, hogy hogy nehezebben megközelíthető. Tehát a, míg, az, míg az ottlik regénye egy, egy, egy zárt közösségnek a, az étosza, szerintem egy sokkal könnyebben közvetíthető történet, addig mondjuk, ha a Ugye az iskola határon 59-es, a, a mészőjének ehhez legközelebb eső, mondjuk nagyobb epikai munkája az a, az, a, az atléta halála, ami ugyan 66-ban jelent meg magyarul, de ez igazából 61-ben készen volt, 65-ben jelent meg franciául. Tehát, hogy mondjuk körülbelül az atléta halála ez, a, ez az időszak. Az atléta halálában is ö, ö, tulajdonképpen ugyanez a probléma vetődik fel, mint az iskola határonban. Csak itt a, van egy női elbeszélőnk, a Hildi, aki, akinek meg kéne írni a szerelmének a, az élettörténetét, ö, méghozzá a, a, az állami sportkiadó számára. Tehát egy bizonyos elvárás mentén kéne felépítenie egy, egy történetet, ö, amire ő nem képes. Ö, tehát tulajdonképpen ugyanezt a problématikát próbálja megfogalmazni, mint, a, mint az iskola a határon. De szerintem az érdekes, hogy, hogyha mondjuk a, a, annak idején nem, a, nem, az iskola határon kerül be a, a, a középiskolai kötelező tananyagban, hanem az atléta halála, akkor lehet, hogy, 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 ismertebb lenne a, 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 a mész. mint hogyha egy, ez a háború lenullázza a kultúrádat, és újra kell kezdeni, ő nem szeretné, hogyha ezt mondanám, de ez egy, ez egy helyzet. Az, az igazi avangárd az első világháborúban egy, egy, hasonló világháborús pusztulás lenullázódásával van nagyon. Tehát, hogy ha szétroncsolódott a nyelv, akkor írjunk szétroncsolt nyelven. Ez nem a mészői válasz, de hasonló a történelmi helyzetből leszűrhető poétika. Ezer szállal össze van kötve mészőjel a következő két generáció prózája. Ezer szállal, hihetetlen gazdag, a, nem mértem meg kilóra, de de, de valószínűleg az ott nál gazdagabb. Szóval ezt mondjuk így egy bizonyos összegben fogadnék erre. Na a lényeg az, hogy ott, ott, ott mészői után sok erős kötődés van, mészői előtt pedig többnyire elvágott szállal.